És már is kiugrunk a közeli Balira. Persze. Hiszen vár minket Horváth Éva, aki hát most egy jó ideje ott van, és onnan szoktam én is nézni a posztjait, hogy éppen mi történik például vele. Én nyaralok. Most nézd, milyen gyönyörű, már kibontotta a haját nekünk. Jó reggel, szia drága Éva. Éva. Jó reggelt, sziasztok! Puszilunk téged, szeretek! 20 óra repülő út, egy 22 óra pontosan, ugye átszárásokkal együtt. Jó, úgyhogy... hát mehetünk most. Pikpak, mi hoppon állunk és ott vagyunk. Miattad ezt megtesszük. Na most egyébként sok minden történik veled, egyébként aki követ téged, az azt látja, és nagyon fantasztikus az egész környezet és közegol éltek. De most éppen arról hallottunk, hogy egy nagyon érdekes, hát most ez ilyen hangzik, egy halotti szertartás, nem tudom másképp kifejezni, ezen vettél részt, de hogy ez teljesen másképp zajlik ott, mint mondjuk, ahogy mi ezt elképzeljük. Igen, de hogy nem én vettem részt. Ja, nem te vettél részt. Egész város szinte részt vett rajta, mert hogy ez egy akkora nagy ceremónia volt, képzeljétek el, hogy ott királyi családnak az egyik tagja halt meg, egy hölgy egyébként, akit egy ilyen nagy pompával égetnek el, mert ugye egyébként itt mindenkit elégetnek, tehát hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy Indonéziában ugye a muszlim vallás van, Indonéziában, de itt Balin hinduizmus van. Itt teljesen másképp ünnepelnek, és ugye itt hisznek a reinkarnációban, fölmennek, elégetik, és ennek egy ilyen borzasztó nagy ünnepet varázsolnak. Hát gyakorlatilag ugye akkor még zárva volt Bali, egy-két európai turista volt, de a többségük indonéz volt, mert hogy ők se láttak meg ilyen ceremóniát. Igen, látjuk egy komplet népünnepé varázsolódott. Igen, az egész, mintha egy karnevál lenne. Igen, és ők ezzel úgy vannak, hogy innentől kezdődik egy másik életük. Itt vagy? Igen, látunk. Látjuk a képeket, amiket a szertartásról. Igen. Egyébként a nyilvánvalóan, amikor az ember megismerkedik más kultúrákkal, akkor azt akarva akaratlanul magáévá teszi. Neked például az ilyen típusú szertartások által a halállal való kapcsolatod az változott? Vagy nyilván ez egy furcsa kérdés, de hogy el tudod jobban fogadni esetleg? Mert a mi kultúránkban azt gondolom, hogy a halál az egy olyan valami, amivel a leginkább nem tudunk megbarátkozni. És ennek a vége. Csodálatos dolog lenne. Egyébként, hogyha ezt elfogadnánk, és én is ezt tudnám alkalmazni. Próbáljuk egyébként elsajátítani a balinész kultúrát, hogy odafigyelünk ugye az ő ünnepeikre. Nem is lehet nem odafigyelni az ő ünnepeikre, hiszen mi is a rendszerei vagyunk ugye az ő kis életüknek. Tehát, hogy például a Kristófnak az óvodába balinész ruhába kellett mennie. Tehát, hogy itt nincs meg. Tehát, hogy neki vettünk egy balinész ruhát, és akkor rendesen a fejdíszre, rendesen a kis szoknyába, fiúknak szoknyába, kis ingbe kell suliba menni, és ott nincs a belláta. Úgyhogy mi is részünk. Jól egyébként hinni ebben, megmondom őszintén, hogy én már dolgoztam ezen régebben, ezen a mentális változáson, hogy ezt jobban átéreztem, és egyébként sokkal könnyebb lenne. Most sokkal könnyebb lenne elfogadnunk az otthoni problémákat, elfogadnunk azt, hogy itt mindenki boldog például. Tehát, hogy itt úgy mosolyognak a gyerekre, férfiak, ők megfogják, én odaadom ők, neki boldogatom, hogy nyújgatják, egy masszázszalomba elmegyek, és nincs bennem semmilyen olyan rossz érzés, hogy akkor ők rosszul bánnának velem. Úgyhogy egy teljesen más... Hát meg most, meg ez az egész közeg, ahol vagy, nyilván sokkal inkább közel kerültél például a jóga iránti szenvedélyedet, és jobban ki tudod élni, hiszen mondjuk itt azért nyilván ennek az egész kultúrának, vagy jogának egy ős helyszíne. Egyébként látjátok, hogy Közepatakokban folyik rólam a víz? Nem, azt látjuk, hogy gyönyörű vagy. Nem látjuk, mert a páratartalom miatt? Volt, iszom egy csomó vizet, most pedig leszállt a pára, leszállt a nedvesség, és ilyenkor még egyébként nem tudtam akklimatizálódni. Nagyon érdekes. Hát egyébként... Tehát, hogy belőlem így ez ezt váltja ki, úgyhogy ezért is ilyen a hajam. Csodálatos vagy, de jógázol rendszeresen, napi szinten egyébként? Jógázom rendszeresen, igen, és nagyon büszkén mondom el nektek, hogy akkor, hogyha már rákérdeztetek, még nem is kérdeztetek rá, hogy tervezünk jógatáborokat ide. Na, hát ez az. És oda mindenki mehet? Bárki jelentkezhet a jogatáborba, vagy kell valamilyen előképzettség? Nem, semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Én imádok jogázni,
Én ugye ezzel nyertem vissza az alakomat még az első terhességem után, most is ezzel foglalkozom a második terhességem után. Én egyébként nem jogáztam sem, vagy nem sportoltam semmit, amikor Alexel terhes voltam. Tehát, hogy én amikor megtudtam, hogy várandós vagy, onnantól kezdve másfél évig... 2 hónap ezelőtt kezdtem el jogázni. Tehát akkor van rá mindenki akkor gondolom erről, hallunk híreket majd, hogy éppen információkat, hogy a posztjaidból, hogy hol lehet jelentkezni. Na de hogy Évan, csinálj drága, egy most... kis kedvcsinálót, csinálj nekünk, légy szíves. Mutasd meg, hogyha valaki szeretne elmenni a jogatáborba, akkor milyen környezetbe is fog érkezni. Gyorsan fordítsd ki a kamerát. Te is gyönyörű vagy, de a tájat is akarjuk látni. Én sem tudtam eddig, hogy tudom megfordítani, hogy megpróbálom. Ezzel a képpel búcsúzunk akkor Baritól és Évától, megfordítja a kamerát nekünk, várunk. Vagy fordítsd meg a tájat. Ott van, csodálatos, remek. De hát ez igen. Nem a jogatápor helyszíne, ennél sokkal jó, itt vagy, mi lakunk, ez a vendégszoba, a vendégszoba erkélye. Köszönjük szépen, drága Évám, csókolunk szeretettel. Köszönjük, puszilunk, szia, Éva.